Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Seres Attila újságíró, stúdiónk vendége, aki éppen ránk figyel, időközben visszakacsint gyermek feleségére is, hogy minden rendben van, a mosolyt is sikerült arcára feltenni. Attila, szép jó reggelt! Mi történik a világgal, amikor mi egy kicsit már kifelé megyünk a karanténból, van ahol befelé, és a Németországban a Hizballát terrorszervezetté nyilvánították, és szabad és nem szabad működését korlátozzák. Így azt mondhatjuk a német biztonsági szervezeteknek, hogy jó reggelt, idáig is tudtuk, legalábbis mi, hogy ez egy terrorszervezet. Tehát a Hezbollah-val kapcsolatban azt érdemes megemlíteni, hogy a Hezbollah igazából már régóta terrorszervezetnek minősül Németországban, csak ott eddig valamiért azt a régi hagyományt folytatták, hogy egy picit, ha hangosabban tudnál beszélni, megköszönném. A manipulációt folytatták, hogy azt mondták, hogy a Hezbollahnak van egy politikai szárnya, meg van egy fegyveres szárnya, és a politikai szárnya az legális, de annyira legális, hogy ott a Hezbollahnak vannak ilyen helyi lerakatai, szervezetei, tehát ilyen párt sejtek, akik szabadon működhetnek, de a katonai, az terror, az nem szabad. Korábban volt, talán ugye még az idősebbek emlékeznek, Írországban is hasonló gyakorlat, ahol szintén ugyanannak a szervezetnek a politikai szárnya az legális volt, a katonai szárnya meg nem, miközben józan észre belátható, hogy ez elég nonsens a különbségtétel. Most tavaly júniusban hozott a Bundestag egy törvényt a Hezbollah terrorszervezet minősítéséről, és most arra jutottak el valahogy odáig, hogy rájöttek, hogy hát ez ugyanaz. Az izraeli parlament tegnap összeült, és úgy néz ki, hogy az átmeneti, vagy nevezzük bárminek, kormány végül is meg fog alakulni, és 40 ellen szavazat ellenében, de a többséggel tulajdonképpen a Netanyahu-Gantz féle szerződést szentesítették csütörtökön. 72 igennel és 40 szavazat ellenében, sőt, mi több, úgy tűnik, hogy a bíróság is elfogadja ezt a szerződést. Mi erről a véleményed? Hát nem az átmeneti kormány fog megalakulni, az átmeneti kormány az eddig is működik. Elnézést kérek, arra gondoltam, hogy a vészkormány, a veszélyhelyzet kormánya. Hát ez egy rendes koalíciós kormány lesz, aminek tényleg végre megfelelő többsége lesz ahhoz, hogy rendesen tudjon kormányozni. És hát ez a 72 szavazat, ugye a 120 fős a Knesset, ez azért nagyon biztató előjel a stabil kormányzásra nézve. Az, amit csak így fél szóval ide szúrtál, hogy a bíróság is megengedte, az azt jelenti, hogy a jelenlegi ügyvezető és a reménybeli valódi miniszterelnök, ugye Benjamin Netanyahu ellen büntetőeljárás folyik, és a főügyész, én úgy tudom, hogy a főügyész az, aki most úgy nyilatkozott, hogy nincs jogi akadálya a kormány megalakításnak, ugyanis elvileg az izraeli szokás, jog és törvények szerint büntetőeljárás alatt álló személy nem alakíthatna kormány, de ezek szerint ő ebben az értelemben nem áttető eljárás alatt, ezt nem értem. Pontosan. Hát én sem értem, és tőled vártam, mint Rasitól, hogy megmagyarázod nekem a bizonyítványokat. Úgy látszik, hogy ez a bizonyítvány magyarázás akkor hétfőre marad. Akkor azt magyaráz meg nekem, hogy lehet az újkori zsidó államban több mint 1 millió munkanélküli van jelen pillanatban.
a vállalkozók, kisvállalkozók nagy része tönkre megy. Az állam által garantált kölcsönöket a bankok nem igazán szeretnék folyósítani, mert nem látnak biztosítékot arra, hogy valamikor ezeket a pénzeket visszakapják. Egy ilyen állapotban, gazdasági állapotban lévő kormánynak, ahol a statisztikusok és a hozzáértő közgazdászok azt mondják, hogy legalább 3 év kell ahhoz, hogy visszajussanak arra a szintre, amin voltak a járványok kitörése előtt. Megengedheti magának, hogy legyen 36 minisztere, 15 miniszteri rangban lévő miniszterhelyettese, millió irodája, és tulajdonképpen 2-3 ember fog dönteni mindenről. Ez a 2-3 ember a miniszterelnököt meg még 1-2 emberét jelenti. Kezdjük ott, hogy a gazdaság mikor tér vissza az eredeti kerékvágásba. Tehát én azért a szakemberekkel kapcsolatban kicsit szkeptikus lennék. A jellegi helyzethez hasonló még nem volt a világtörténelemben. Tehát nincsen tapasztalatunk benne. Erre nincs igazán tapasztalat, és a második világháború után is egészen elképesztő sebességgel lendült föl a gazdaság. Tehát önmagában ez szükség volt egy Marshall tervre, amit az Amerika Egyesült Államok folyósított. Ki fog most Marshall tervet folyósítani, akár Európának, akár a zsidó államnak? Most itt az alatt a pár perc alatt már nem akarok ilyen távlatjóslásra bocsátkozni, de a lényeg az, hogy mikor tér vissza minden a régi kerékvágásba, azt megmerem jósolni, hogy soha, de azt, hogy mikor tér magához a gazdaság, azt gondolom, hogy tényleg korai még megjósolni. Hát az állam az valóban, az izraeli kormányzat az valóban úgy tűnik, hogy elég pazarló lesz ez a rengeteg minisztériummal, de én nem hiszem, hogy évekre hazavágná. Volt egy olyan feltevés is, Attila, egy közgazdásszal beszélgettem, és azt mondta, hogy sokkal olcsóbb eltartani egy ekkora kormányt, mint egy negyedik fordulós választást kiírni, ami annak a sokszorosába kerülne. Tényleg ezen függ? Akkor hol a demokrácia, hol a nép akarata? Nem, hát nyilvánvalóan ezen nem függ, de hát ez is a nép akarata, nem? Hát tulajdonképpen igen, csak nem tudni, hogy a nép tényleg ezt akarta-e. Mert a nép ugye, az a kék-fehér mozgalom, az volt az ászlaikon, hogy minden csak nem Bibit. És most tulajdonképpen pont az ellenkezője van, mindent és Bibit. Most már talán 3 percünk maradt erre, hogy ezt megbeszéljük. Hát egyáltalán nem arról van szó. Tehát a népnek nincsen egyértelmű akarata. Az egyértelmű akarata az, hogy kormányt akar, biztonságos kormányt akar. Azt milliószor kimutatták, hogy a nép nem akar újabb választásokat. Arra is rengeteg felmérés utalt, hogy a nép az gyakorlatilag egy nagy koalíciót szeretne. Azt szeretne, hogyha minél szélesebb lenne a koalíció. Hát ezt most megkapta. A népnek nincs olyan szándéka, hogy olyan konkrét szándéka, hogy ez a két párt kössön egymással koalíciót. A népnek az az akarata, hogy legyen stabil többségi kormány. És ez a többségi kormány, ez lehetőleg minél szélesebb körül legyen. Mert hogyha nem akarná, hogy széles legyen, akkor nyilvánvalóan egy sokkal inkább egy irányba szavazott volna. Amikor majd elbúcsúzzunk egymástól, akkor azt mondjuk, hogy Shabbat Shalom, legyen egy békés szombat. Vajon ezzel a nagykoalíciós kormánnyal, a hatalmas tervekkel tényleg a béke felé megyünk? És ez már tulajdonképpen a hétfői beszélgetés nyitánya. Attól függ, hogy honnan, hát most nincs háború. De a béke a biztos jövő, amikor mindenkinek van egy talpalatnyi földje, mindenkinek van helyhatósága, és van egy zsidó állam, Isten ne adj, van egy palesztin nemzeti hatóság, tehát a két állam megoldás, ami ugye idáig nem igazán sikerült. Hát ez teljesen egyértelmű szerintem, hogy a konszolidáció felé haladnak a dolgok Izraelbe. Hát hogyha most az annektálás kérdését akartad ezzel a néhány szóval megnyitni,
arra azt tudom mondani, hogy és hát aztán majd hétfőn folytassuk, hogy természetesen igen, a látszat ellenére, sokak látszatának az ellenére az is a megbékélés és a dolgok nyugalomra jutása irányába. Kedves nézőim, a pontos idő 8 óra. Az elmúlt szűk negyed órában Seres Attila újságírót, a Zsidó Mindentudás emberét látták, aki Nick nevén Rasi, és mindig kiegészít, és elmondja, hogy mire is kell, mire is gondolt akkor, amikor valaki mondott valamit. Hétfőn folytatjuk vele, most annyi időnk maradt hátra a mindentől független híradó előtt, hogy Attilának békés, boldog szombatot, Sabbat Shalomot kívánjuk önöknek, azt, hogy nézzék a híradónkat, és ne felejtsék el, mi 24 órán keresztül naponta azért vagyunk, hogy önök ne legyenek egyedül, tehát 8 óra van, jön a híradó, tartsanak velünk.